Megkezdődött hazánk legnagyobb tradíciójával rendelkező rally versenye. Az 56. Mecsek Rallin az előttünk álló hétvégén az ORC és az ORC mezőnyében közel 80 páros méri össze az erejét. A feszültség tapintható, az előkészületek pedig valamennyi csapatnál célegyenesben tartanak. Az aszfaltos futamon számtalan újdonság várható. A rendező belenyúlt a gyorsasági szakaszok utolsó részébe, így több esetben teljesen új pályán küzdhetnek egymással a párosok. Csütörtök délután és az esti órákban pedig a futam hivatalos tesztjét is megtartották. Az utolsó simításokat Kővágó Töttös és Bakonya között végezték el a versenyzők. A futam előtt természetesen még mindenki optimista. Talán ez volt a harmadik abszolút győzelemünk Horvátországban, de mindenképp a legnehezebb. És hát, ha a pályák egyáltalán nem is hasonlítanak, még a tempó sem, azért mégis egy jó felkészülés volt erre a meccsekre. Ugye idén most itt megyünk először itthon. Érdekes is volt most itt a teszten elindulni, mert általában vagy a második, harmadik körre szokta összeszedni magát az ember. Most hideg gumival itt a Gergővel elindultunk, aztán végül is ugyanúgy lementünk ezen a pályán, mint hogyha a verseny lenne. Tehát azért az, hogy 3 napja vagy 4 napja még autóba ültünk, az megmutatkozik. Úgyhogy én nagyon remélem, hogy kitart ide is a lendület, és valami magunkhoz képest normális helyen tudunk menni. Az erőviszonyokkal kapcsolatban nehéz jósolni. Nem csak azért, mert a technikai sportokban bármi előfordulhat, hanem azért is, mert az ORB élmezőnyében szinte minden kiszámíthatatlan. Az éves összetetben vezető Vince Ferenc ezúttal is esélyes, de a másik Széchenyi Rally is, Velencei Ádám is beleszólhat a győzelemért folyó harcba. Nem szabad elfeledkezni a hazai körülmények között induló Ranga Péterről, de nagy kérdés, hogy a kiváló fehérvári teljesítményét ezúttal a meccsekben is meg tudja-e ismételni. A Salgó Rallin történt bukása után Hadik András is bizonyítana. A tudás megvan benne, hiszen véletlenül nem lesz valaki 4-szeres magyar bajnok. Rajtuk kívül beleszólhat a legjobb a küzdelmébe Turán Frigyes, Németh Gábor, és a fiatal Klaus Kristóf kezeiben és lábaiban is benne van a jó helyezés lehetősége. Az 56. Mecsek Rally tehát komoly izgalmakat tartogat. 2 nap alatt 12 gyorsasági, több mint 160 versenykilométer vár a mezőnyre. A nyitó szakasz péntek délután 2:45-kor kezdődik Mandulás és Árpád tető között. Ezután az Alsó Mocsalád, Mecsek Pölöske és a hosszú hetényi pálya is kétszer-kétszer szerepel a programban. Közben az első kör után a teljes mezőny látható lesz Pécs belvárosában, hiszen a Széchenyi térre délután 5 óra előtt néhány perccel érkeznek meg a párosok. Nagyon jó beállításunk van, ez a futómű, ez a fantasztikus. Nem győzöm köszönni Ferikének, hogy egy ilyen beállítást adott nekünk. Szerintem sokkal gyorsulunk is. Ez a beállítás, ez szerintem ide is nagyon jó lesz. Ugye a pályák igazából, ez csak a vége, az összes többi az dobálósabb lesz és nagyobb tempó, úgyhogy nem nyúlunk az autóhoz, mert lehetne keményíteni rajta, de pont ezért nem akarunk keményíteni, mert az összes többi gyorsasági az egy sokkal dobálósabb gyorsasági, úgyhogy arra nekünk nagyon jó az autónk. Gumikat néztük, hogy most milyen keménységgel menjünk, de keményebb gumit választunk, mert nagyon elmelegedett a közepes gumi.